Na, hello, hello, sziasztok, sziasztok, srácok, üdv a csatornán, Keeper vagyok, és folytatjuk a Rage végigjátszás sorozatunkat. Hú, srácok, jobban rá vagytok függve erre a játékra, mint én magam, komolyan mondom. És még annyit akartam itt elmondani az elején, hogy rengeteget segítettek, meg egy kicsit spoilereztek is, mondtátok, hogy a következő részben valami nagyon nagy ellenfél lesz. Sejtem, hogy mire gondoltok, gondolom arra gondoltok, hogy az a nagy darab állat, amit itt láttunk a városba, az minket meg fog majd támadni. Hát nem tudom, hogy ennyi lőszere elég leszek-e hozzá. Mindegy, srácok. Csapassuk, ugye megérkeztünk a kórházhoz. Aki most kapcsolódik a gameplay sorozathoz, azt annak elmondom. Jó volt az hang? Nem tudom, merre kell menni, de annyira jó ez a millió a játékban. Jó volt ez a hang, meg olyan paráztató hangok vannak. Erre kellett jönnöm? Mi ez a hülye hang? Ilyen hülye zenék vannak, hogy mi ez? Rakétavető. Fuck. Kifele, 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 mi ez? Ne, ne, beomlott. Anyád. Mi a szar? Hoppa! Ez merbe küldtük? Ne, dobálózik! Nem tudom, mit kellene lőni rajt. Lehet, hogy valamit kell lőni rajt. Ott a melyét? Melyét kell lőni, gyerekek? Melyét? Vagy a fejét? Valamit kéne lőni rajt, szerintem általában úgy szokott működni. Jó, ezzel el vagyunk. Melbe küldöm, amikor világít a mellett. Hoppá, hoppá, az kellett. Na, ide jön. Anyád, mi van? Jézus úristen, mi a szar? Hoppá, fejbe lőttem, jó van. Nincs több rakétám, hogy van, ott nem van. Van. Melyik a rakéta? Hol van a rakéta? Megint mebelőjük, azt a kék szart kell lőni rajt. Ha eltaláltam volna, ja. Megint nem találtam el, előbb kell lőni vele. Ide jövök, nem érdekel. Áh, megint előbbre, előbb kell lőni. Ó, ez aragolja a rakétát bőven. Na figyeljetek, amikor dob előtte. Ez az. Jaj, ne! Hú, de jó, hogy nem ott álltam, na. A fejére kell mondani. Azt a... Azt a faszt. Általában az ilyen bosszoknál mindig úgy van... Mi a szar csinál ez? Megint dobál. Oh, gyerek. Hú, bazza! Júj! Fejére. Fejére kéne, mi van, 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 mi történik, rá az egész kecót. Ah, gyerekek, mi a szar ez van itt? Meghalt. Ja, hát igen, jó. Szuper. Nem kértek egy kis húst? Van bőven. Felszúrvodott ide, jó, jó. Oké, legalább nyugi van. Na, szedjünk össze a rakétát. Ez mennyi, ez mindig tölt itt a rakétát? Nem valószínű, ugye? Jó, álljunk vissza egy kicsit. Azt is azt sem tudom, mi történt különben. Ez mi? Itt kell tovább menni? Hogy ide be lehetett volna menni? Nem, itt kell tovább menni, basszus. Bocs, az gyerekek, nem voltam túl összeszedett. A fejhallgató meg kiesett a fülemből, vagy a fülhallgató, vagy minek nevezik. Ez a berúgós szar. Oh. Oh, shit! Ez kemény volt, nem? Ja, azért gondoltam, hogy valamiket kell lőni rajt, mert általában úgy van ez ilyen bosszoknál, hogy nem csak egy hűbelebalás módjára kell lövöldözni, hanem értelmesen. Na, itt biztos jönnek ellenfelek. Nagyon nagy... Ajaj, itt vannak. Ja. Figyeljétek, ott héderezik. Talán észrevesz. Hey! Kop, kop, kop! Gyere! Gyere!
Bazd meg, ez egy ilyen nagy zöld szar. Utálom ezeket. Quake 3 stílus. Ez Quake 3 stílusban nyomjuk ilyen ugrálós izébe ezt a csávot. Mi ez? Gészi vagy csak úristen, ilyen is ott. Telefon. Hello, hello! Bosané? Nem tudom, most húzolok, lootolok mindent. Ó, ez a kórháznak a területe van. Mi a szar van itt? Imádom ezt a játékot egyébként, gyerekek. Nem tudom, mennyi van a végéhez. Nincs ilyen százalék mutató. Ez itt vannak durva dolgok. Ezeket szerintem mit fejlesztik, ezeket a hülye mutánsokat? Mert ilyen félig ilyen mechanikus, meg félig bionikus. Na gyere, haver. Gyere. Ezek úgy imádom, hogy így befutnak. Sokszor az a baj, hogy legugolnak. Opa! Zöld tutyi. Quake stílus. Egyszer nem talált a gyerekek. Hoppé, én sem nagyon. Megvolt. Ez nagyon-nagyon bírom ezt a Quake stílust, ezt az ugra-bugra, meg körbe minden. Valaki írta egyébként, hogy azért találtam ilyen Voltec figurát, tudjátok, ezt a Pip-Boyt, mert ugyanaz a fejlesztő cég csinálta ezt a játékot, mint a Fallout 3-at, de nem. Ugye ezért csinálta a Fallout 3-at, azt a Bethesda csinálta, Bethesda, nem is tudom, hogy ejtik. Ezt meg az ID Software csinálta, ugye John Carmackék. Hoppá. Jó, kiszúrtuk. Jó van. Ez biztos meghallotta mindenki. Ja, igen. A kiadó az ugyanaz. Valaki nagyon fut. De honnan? Nem tudom, honnan fut valaki, valami hangot hallott. Ah, itt van az öldecske. Ah, jó, ez elbaszt. Elcsesztem, közel mentem. Azt hittem már haldoklik, aztán nem. Ez nagyon csúnyán néz ki az a helyi gyerekek. Nincs valami loot téma? Figyeljétek, mi ez? Doomos bögre, gyerekek! Doomos bögre, komolyan! Doom felirat van, csak nem látszik jól. Nem lehet bemenni oda? Megpróbálunk bemenni, mindjárt azt megnézzük. De tuti! Nagyon imádom ezeket az utalásokat a más játékokra. Hol a Doom-os bögre? Ott van-e? Látjátok, Doom! Doom 2! Vagy nem is tudom, Doom valami. Rohadt jó. Tök jók ezek az utalások, úgy bírom az ilyeneket. Ugye nem arról szól az egész, mármint a hogy így lopunk egymástól, hanem hogyha egyszer egy kicsit lopunk, mert azért az eléggé Fallout-os hangvételű játék, akkor legyenek utalások, hogy utalunk arra a játékra. Viszont egy kicsit Borderlands-os is írta valamelyikőtök, hogy nagyon Borderlands az egész ebbe. Különben az igaz. Nekem nagyon-nagyon arra emlékeztet ez a játék, leginkább arra. Ha valaki megint hörög. Sörétes párti vagyok, gondolom, azt észrevettétek. Na, ezt szétszivattuk, gyerekek, ezt szétszivattuk. Úgy nagyon bűdös van. Nem mintha érezném, de gondolom. Úgy itt folyik a vér a falaktól, meg minden. Itt csúnya dolgok vannak, na. Valami loot? Semmi loot? Hát mi az? Ez tök azt hiszné az ember, hogy fel lehet venni. Fú, ez nagyon ilyen Doom-os, nem? Doom-ba volt ilyen, amikor így hú, de játszanék Doom-ot, gyerekek, kijön a Doom, az új, 4, akkor mindenképpen játszunk, oké? Okay? Ezt végigküldjük. Azt nagyon imádom, Joe Carmack a kedvenc fejlesztőm. Meg még ráadásul, nem is tudom, Gabe Newell, vagy ki a franc a Half-Life-nak a... vagyis a Valve-nek a... Hoppa, ez kellett nekünk, igen, jó. Ajaj. Anyád, ne! Na ne szívassatok, mi ez? Mi az a hang?
Rolná. Akár kijön egyből granát. Na ez pofán küldött, nem látok semmit. Gyere bazzer. Honnan jöttük még? Ja. Ja, azt hiszem Game New-a. A Valve-nek az atya. Szóval honnan pattogtak ide? Ja, innen, aha. Jó. Hát ilyen izé van itt. Csak ilyen nagyon dumos, nem? Hogy ilyen pentagramma-szerű jel van a falon. Természetesen ez nem az, de hasonló. Menjünk. Ebbe ki kéne jutni, gondolom, hogy jönnek 200-an még. Erre gyerekek. Ja, arra jó. Nagyon dumos a téma. Kalapács gyerekek, itt vannak olyan cuccok, beszalás. Amint olyan lootok. Ah, kiértünk, hol vagyunk? Hú, itt az aluljáróba, itt jöttünk be valahova. Az egyből ide kihozott minket. De jó, de jó, de jó, akkor húzhatunk ki innen, ugye? Hú. Nem, nem erre kellett. Oh shit. Nem erre kellett jönni? De. Hú, gyerekek, nagyon para volt ez a rész. Na, menjünk vissza. Kíváncsi vagyok, mit hoznak ki ebből a játékból még gyerekek. Még ennél durvabb környezetbe lehet menni. Nem hiszem, hogy végig a fele járunk, ugye? Igen, meg kell javítani a járművet. Mindenki írta, miért nem javítok járművet. Hoppa, itt valaki autózik kapásból fölöttem, jó van. Itt kell vinni a defibrillátor fejlesztést. Valahol itt hagytam a Verdát. Ah, jönnek a... futás! Ki kéne nyírnom ezeket? Ki is nyírom. Egy megvan. Most merre ment? Itt megy. Ah. Ezeket ugye már nem kapok érte pontot, de... Azért hadd. Hadd nyírjuk ki. Merre kell menni? Ja, itt. És itt van egy ilyen torony is. Aha, ott van. Jó, hát ezeket ki is lehet vinni. Félig van az autóm, úgyhogy nem kéne lelakni teljesen. Azt lelövöm onnan. Fajn, jó. Nézzük meg, hogy mit kínál a csávó most. Autóval nem lehet bemenni. Oké. Okay. Ja, ide hoztuk azt a fertrit, vagy fetrit, vagy milyen mintát. Amit mindig Ferritnek mondtam az előző részben. Jó, hello, 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 hello. Vissza, látod, gyerek. Maradj így, és felszerelem a defibrillátort. Nem fog fájni annyira. Júj. Júj. Na, adjál, na. És akkor most jobb defibrillátorom lett, annyi? Oké, okay, meg is vagy. Most már kétszeres újraélesztő energiád van, úgyhogy szükséged is lesz rá, gondolom kétszer tudunk feléledni akkor most már, ugye, mert eddig egyszer tudtunk. Ne feledd, a hatóság könyörtelen, egyedül csak időkérdés, hogy mikor kapnak el. A jövőd végső soron az ellenálláshoz köt. De most nem erre az útra kell rálépnünk. Hanem. Rendben, befejeztem Feltit. Minta elemzését, amit hoztál, amit a banditák próbáltak megcsinálni. Határozottan sikerült, átalakították a fertített robbanás növelővé. Nagyon veszélyes az ő kezükben. Semlegesítem ezt a darabkát, de jobb, ha elviszed Claytonnak. Tudnia kell, mivel néz szembe. Aha, jó. A banditák akkor robbantani akarnak ezzel a témával. Jó, én elhiszem. Mehetünk, ugye? Claytonnak el kell menni. Viszont látásra, barátom a módból. Szevasz, haver. Csácsumicsa. Csokoládés traktorkerék. Csokoládés csőtészta. Ki kell találni ilyen köszönést? Hello, hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok. Ugye? Mást, ezután... Utána mást köszönés lesz. Hello, idegen a múltból. Mi volt ez? Valaki, mint a lőtt volna. Na jó, húzok, aztán nem szórakozok, mert ezek itt lőnek rám agyba főbe.
Wow! Hello! Ez jó volt. Hoppa, ott egy. De nagyon mázli volt kicsit. Na, menjünk. Itt már azt hiszem nem támadnak. Ez ilyen zónát kipucolok, akkor nem tűnnek el? Jó lenne, nem? Bár akkor meg nem lenne semmi érdekes. Tök durva, hogy vissza tudok menni ilyen akármilyen helyre. Például ide is vissza tudnék menni, hogy itt menjünk le. Mindig fönt megyek, aztán sokkal érdekesebb. Árnyékos, nem süt annyira a nap a szemünkbe. Ennél jobb autónk is lesz egyébként ám. Igen, egy ilyen nagyon brutál, ha jól emlékszem. Régen menni nagyon régen játszottam ezzel a játékkal, de annyira nem rémlenek a dolgok. Megjöttünk. Ajtó nyit. Elnézést. Azután bejövök, ahol mindig azt köszönni fogok. Stainless Express, egyszerű lehetőség egy kis pénzkeresésre. Azt lehetne nyomni, ugye? Ezt meg kéne javítani. Javítás? 62 dolcsiba kerül, hogy egy ilyen autót majdnem szarát törtem és megjavítom. Hát jó, oké. Hello, hello, sziasztok! Hello, hello, sziasztok, Keeper vagyok. Na. Hova kell menni? Ja, Claytonhoz kell menni. Ó, itt mindig elcseszem, itt kell felmenni különben, nem tudom. De ha nem, hülye vagyok. Ó, de minek mentem arra. Lehet, hogy rá fogunk függeni egy kicsit az autóversenyzésre. Bár aztán a legjobb a járművet lenne érdemes fejleszteni, nem ezt a gépet. Na, nagyon érdekes, nagyon felkavaró. Köszönöm, hogy segítettél benne, fogad el ezt a fáradozásért. Mit adott? Pénzt? Valami vaj van a kuttal. Valószínűleg semmi, de nem lenne baj, ha megnéznéd nekem, hogy mi is az. Hm? Milyen kuttat? Kutkezelő irodájában. Ha hol van a kutkezelő? Az volt, láttam egy ilyen... Ah! Velmaster, ott van. Velmaster. Hát ez volt ám a tökéletes kifejező. Itt a kutkezelő. Itt össze kell ám lopni mindent, mert így vannak ilyen rejtett objektek. Ilyen utalások, más játékokra, meg minden. Na. Hagyjál, most lopok. Hát ennél nem semmi. Kritikus helyzet van a kutnál. Ó, nevem, mi? Szóval, ó, a nevem Carlson, és én vezetem a kutat. Lent voltam megnézni néhány dolgot, amikor... Van itt, el lepték a helyet. Aha. Gondolom, le kell mennem, aztán sétrugnom a segőket. Ó, valamit kaptam, amivel meg lehet rázatni a vizéket, csávókat. Várjatok, ezt meg kell néznem, most valami így puska téma. És belelövöm a vízbe, akkor frankó. Ne félj, Velocskornél kezdett közelharci támadások életet menthetnek. Nem is nagyon használtam közelharci témát. Na várjatok. Akkor nekem van olyan elvileg, ami ilyen rázatos... Csak ezt hogy lehet kicserélni? Várjatok. Most én nekem kéne olyan, hogy... Hogy lehet kicserélni a... Nyilvesződ valami, csak azt hogy is? X-el vagy mivel? Meg kéne néznem, pillanat. Bocsász. Lőszer típusok közötti váltást akarok megnézni. Villanytűzetegér, jó, itt lesz, ugye? Ugrás, fegyver, tűz, közelharc. V-re lehet simán ütni, basszus. Újra a következő fegyver, előző fegyver, következő töltény, N és B. N és B, jó. Elektronnyilvesszük, látj? Fuck yeah, jó néz ki. És ezt elvileg belevom a vízbe. Szegény itt haldoklik, a haverját meg kizsebelem. 8 dollárra. Hajd meg te is, azt kilutollak. Nem? Semmi? Elvileg vízbe belevom, akkor ugye ráz a víz. Valamint így. Úgyhogy itt minden vizes, úgyhogy ezt ki kell használnom. Fuck yeah!
Ez könnyen... Jettek, bozog! Menj bele a vízbe! Gyerekek, ez nem biztos, hogy jó. Na jó, van, sörétesre váltunk, aztán nem szarodunk. Jó, de ezeket lehet utolni. Basz... Azt hittem meghalt, meg ki ez a... Oh shit. Szar volt, ezt tudom, szar voltam. Lutolunk. Itt minden tiszta vizes, de az a nyilvessző nekem nem nagyon jön be. Na. Nem fura hangok vannak itt is. Locsak ez a hülye víz, meg ilyen... Ilyen visszhangzik, ahogy lősz, meg minden. Jó van, nem tudom merre kell menni. Hát nem erre, az biztos. Tényleg gettó csatorna, figyeljetek be a hatolókra, jó? Jó lett volna itt az nyilvessző, mindegy. Mi van? Még mindig nem hatál meg, mit csinálsz? Fogja a fejét, gyerekek. Gránát egyel kettővel végzett. Na jó, kicsit komolyabbra kell vennem a célzást, nagyon elcsiszom a célzásokat. Ha. Nincs izém, na mindjárt gyártunk. Hol van a... Rom... Fú, azt is annyi mindent tudnék csinálni. Csinálok kézét egy zárt feltört. Mindig azt csinálok, amire szükségem van, aztán akkor megmaradnak az alkatrészek. Nem adtam el a cuccokat, mi előtt? Mindig így nekiindulok. Na jó, mentek egyet, aztán innentől gyerekek rohadt komolyan veszem, mármint próbálok frankon lőni. Jó lenne közel jönni, nem szeretem ezt a távolsági harcmodort. Gyerekek, egyre jobban bírják, komolyan mondom. Nem jó ez a nyilv... De, meghalt. Mondom, nem halnak meg tőle, de azért meghalt. Gyere, haver! Engem nem látsz meg, ha hozzáérek? Attól félek. A futás. Azt a rohadt életbe! Döntsétek el, vagy közelre jöttök, vagy távolra. Látok, van nekem itt a más fegyverem is. Próbáljuk meg ezt. Ez nem rossz. Kis módosított P90-es. FMP90. Gyerekek, figyeljetek, miket csinálnak. Másznak fel mindenhol. Ez egy P90-es szerintem, csak egy kicsit módosított tényleg. Az anya... Aztán nem lehet tudni, mikor halnak meg. Fut a falon, basszus, meg dobál. Nem, azt elhasználom az összes lőszert, ez most tetszik. Úristen, mit műveltek ezek itt? Kinek beszél ez? Fönt, bazen, futnak a gerendákon, meg mindenhol.
Hú, itt is gonosz dolgok vannak, gyerekek. Itt gonosz dolgok vannak. Nem tudom, merre kell menni. Volt. De erre biztos nem. Honnan jöttem? Innen. Ja, ilyen. Anyád. Na jó. Jártak akkor. Láttátok, gyerekek! Csel ez a csávó. Lőszer az nincs is náluk, még csak ilyen sörös üveg, meg ilyen hülyeség, jó. Az mi a szar? Meg ez a zene ilyen, Nem halljátok, mert én beszarok tőle. Hogy a francba kerültél ide? Dobál gránát, izéjön, csillagbumeránga, tök jó. Mit ordítasz, bassza? Úristen! Valahogy ordított, mint egy győrült. Gyere! Ezt most homlokon vágom mindjárt. Ó, ide dobott egy bumerángot. Na figyeljétek! És ezt megütöm. Ó, nem használ semmit. Azt hittem egy hiteli. Van itt még egy. Aha. Anyád. Jó, komolyan mondom, egy kicsit para. Nem is para, hanem ilyen stresszes az a helyszín. És még egyre lejjebb menjek. Jó, mentek egyet. Tudjuk egyet, ezt megnézzük, mi van itt. Mit ordítanak ezek? Olyan idegesítő ordítanak. Nincs kihajolás, úgy deutalom. Ott egy csávó. Erre nézeget, figyeljétek hátra mögé. Milyen egy csávó, egy csomó csávó! Mondom, ott egy csávó, ezt tudod, egy csomó. Itt meg fel lehet menni. Megnézzük, mi van itt. Hoppa. Titkos zón. Kacatokkal. Meg valaki itt ortodik. Hol vagy? Ez ilyen see you. Én meg nem látlak ember. Megszívtad. Tök nem állt, úgy látom, valakivel végzett. Gyerekek, még lejjebb? Úristen, hol vagyunk már föld alatt? 200 méterre. Ne! Ja, mondom, fedezékbe vagyunk, biztos jó volt. Várjatok. Gyerekek, van hentelés, tényleg, valaki írta.
túlélő írta azt hiszem, hogy egyre több a hentel is ebben a játékban, és akkor rohadtú igazad van. Hát ez egy kicsit közel jött. Lövöldözősök. Granát. Jó, de nagyon szereted szórni a granátot, gyerek. Gyerekek, csináljunk néhány izét. Őrrobotot, vagy csinálok egy őrrobotot. Legyen. És akkor ezt én most ledobom a francba. Aztán hadd menjen. Menjél, haver. Tegyél rendet. Ne itt rendetlenkedjél. Arra. Ott lőnek már. Meghalt. A francba, jókor raktam meg akkor. Haver, jönnek. Tegyél rendet. Menj. Nem hiszem, hogy nem látod őket. Ott mögötted, hülye! Hogy megy gyerekek, nézzétek a csávot. Basszus, közel harcra. Felugrott oda, ne! Láttátok? Felmászott oda. Cool volt, valamit akart itt a csávó, csak nem tudom mit. Egyelőre még nem húzom meg, ez nem tudom, nem ez valami zsilipet nyit, és akkor itt elálaszt mindent a víz. Sőt, biztos, és akkor fel tudunk menni. Na, szegény őrrobot, lehet, hogy zárlatos lesz. Ja, hogy azok meg el akarják zárni, nézzétek! Sőt, el is zárják. Ha, ez a megoldás. Hopp, hopp, hopp. Hol vagy? Ennyi. Támadj. Figyelj, nézzük meg, hogy mászik fel. Fölmászik a kerítésen, nagyon jó. Vagy azon a korláton. Jó, az a lényeg, hogy nem szabad engedni, hogy ezt te zárják. Igen, ez az ajtó nyílik ki, látom már. Jó. Fönn vagyunk. Kösz, haver! Valakit lőnek ezek, csak nem engem. Ezek a kristályok szerintem sokat érnek, majd... Ki a szart lőnek ezek? Ja, ez hover, jó. Megyek le. Hello. Hamarra menjünk. Fogadjunk ki nyílnak egyből, ha ne rohanja. Ahó, mennyien vagytok. Menj már innen, gyerek, bazzeg, beszorultam rád. Menj innen. Nem lehet körbe valamerre? Jó, a csávó nyitja a kaput, jó. Én nem lövöldözök fölöslegesen itt. Ott egy csávó fönn. Menjetek az útból, mert különben én nem fogok itt harcolni. Hát menjünk Rambóba, gyerekek? Átmegyek Rambóba. Úgyhogy mentettünk egyet. Körrugás, gyerekek, olyan fejbe rúgott.
nyomom magammal HP növelőket. Azt sem tudom, hol vannak ezek már. Na, ott jön egy. Jaj, hogy le lehet menni. Mondom, hogy lehet ide lemenni, na. Írtuk mindent. Ja. Ezek el akartak valami mérget akartak berakni szerintem a kutba. Ez volt a céljuk. Vidd el innen a toxint. Hol van itt a toxin, vagy mi van? Valami méreget el kéne vinnem, de hol van a méreg? Valaki látja? Rottul nem látok semmilyen mérget. Hol van itt méreg? Gyerek! Hol a túróban van itt méreg? Vidd el innen a toxintek ezért, gyerek. Most már megvan állítva a szellemklán. Micsoda. Vidd el innen a toxint. Fuck yeah. Mindenképp oda kell mennem, itt nem látok semmit. Agy. De gyerekek! Feladta a leckét nekem, ez hol van itt toxin? Ember! Szólalj meg! Valaki valamit lát? Toxint? A szó túróban van. Azt mondta pedig nem. Na van. Mérged vigyem el. Hol van itt méreg? Szem használható. Oda fel nem tudok felmenni, ugye? Nem, nem. Nem, nem valószínű, oda se nem. Hát itt kell menni, vagy mit kell? Nincs semmi. Csak sötét. Van egy kalantyú, látjátok? Szépen okosan körbejárunk. Vidd el innen a toxint. Ki kell innen, mert nem lehet, hogy már felvettem. Az lehet? Hát kimegyek innen, megnézzük, hogy mi történik. Menjünk ki. Kimegyek, elmegyek innen, az jó lesz neki? Nem tudok elmenni, el tudok menni. Azt a rott anyárba remegyeztettél te buzi. Nem valószínű. Nem valószínű, hogy visszafele kell mennem. Nehogy valamit elhibáztam, vagy elcsesztem, és akkor most nem folytatódik a storyline. Vidd el innen a toxint. Anyád elvidd el, hát honnan vigyem el a toxint? Oda tudni nem lehet felmenni, nézzétek. Ezek az ajtók, ezek rohadt gyanúsak. Aztán azt írta, az a baj, én nem tudok visszatörgetni, ti visszatudtok. Itt áll ez a hülye. Ja. Hopp! Arról benne a méreg, hogy... Kalszonnak vigyem fel, hol vigyem fel? Ember. Na most már lehet ezt júzolni. Most meg. Ja, hogy ki kell innen mennem szerintem. Ezt elcsesztem, fel kell volna arra kapaszkodnom. És akkor ott ugye végig tudok menni, ha látom ám. Így. Franco, egy kicsit probléma volt. De megoldottuk. És mi az a kar?
Ja, az meg lerakja, jó, oké. Elvileg kiírunk szerintem. Szupi gyerekek, jó ide jó. Hú. Nagyon örülnék valami új járműnek, amit tényleg kifejlesztenék már Putira. Aha, vidd el a Toxic Carsonnak. Oké, na, figyeljetek, hol vagyok? Ja, itt jöttem ki, az igen. De nem ott jöttem ki, ahol mentem. Én egy kicsi autóversenyzést lehet, hogy beiktatok ma. Meg itt is lehetne postáskodnom, az is jól lenne. Rohadt hatósági fürkészek mindenhol ott vannak. Milyen fürkészek van ez? Rohadt hatósági fürkészek? Hol vannak hatósági fürkészek, gyerekek? Ne basszatok ki velem. Tudjátok, még azok ilyen... Fú, basszus. Olyan, mint a Terminátor 3-ban voltak. Vagy... Ja, abban. Nem, a 4-ben. Hello. Ne aludjál oda. Most mi van? Itt vagyok, haver. Hé! Te hűtszöljetek, gyerekek, ez alszik itt. Igen, nem ennek kell vinnem, basszus. Hanem ennek a... Minden, tök hasonló a neve, az Clayton, ez meg Carson, vagy milyen túró. Na, haver, hol vagy? Oh shit, na. Incredible, you made it back alive. You just saved an entire town from certain death. Hát hogyne. Nem tudom, hol a francba jöttek be. Mi van ott a tévében? Mi megy? Ilyen utalások vannak ám. Múltkor láttam egy ID Software logót az egyik tévében. Honnan jöttem, alszik? Azok milyen mérők ott? De szépen kijelzők, gyerek. Nagyon-nagyon instabil a rendszer, úgy látom. Figyelj! Na, menjünk a majorhoz. Valami fura hangokat hallok. Na! Kelj fel hozzá! Már megint? Hát nem tudom már. Oda kell róla adni neki a mintát, tehát eddig mit csináltunk? Na, tessék! Maybe he'll know what to do with it if those bandits ever try to use it again. A lot to ask, I know. But can you make the trek up north? Get him to examine the toxin. Ne kell venni velem egy doktornak. Thanks again for your help. Az nem az izé volt? Az lehetett, tudjátok. Ott kint. Jó, oké. Jó lenne valami új verd, de mikor kapok új verdet? Nincs lőszer. Mondjuk egy-kettő van. Kimegyünk aztán, jól van. 12 darab rakétám van, beosztjuk, meg kettő pajzsom. Szeretném, hogyha már valami új fordulatod lenne ez a játék már, mint olyan, hogy egy új autót akarok. Egy új autót akarok, mivel nem akarom ezeket széttuning, vagy ezért versenyt elni, hogy ezzel ezt tuningolhassam, mert én új autót akarok tuningolni, és tudom, hogy lesz ebben még új autó, és nem érdemes akkor ezt. Mi ez? Meteorok hullanak, gyűjtsd össze őket. Hol? Ja, ott van egy. Ja, ezeket össze kell kapni? Hogy kell? Neki menni? Neki kellene volna menni, vele. Aha, és össze kell szedni mindent. Juhúj, ez biztos pénzt kapok érte. Aha. Még. Milyen izé új... Pont most mondtam, hogy valami új dolog lehetne. Erre meg... Jertek, buzik? Jertek, támadjatok. Ja, négyet megölök, akkor 200 dolcsi, úgyhogy meg lesz. Be kell mérni a rakétával, különben nem nagyon hat. Igen, és ő is bemér.
Tudom, hogy lőnek. Elég jobb éri a páncél. Lőszer elfogyott. Na, most hagyatkozhatok erre a drónra. Kinyíratom a drónnal mindenképp. Kinyírja nekünk ez. Én kicsi drónom. Leraptak bombát, láttátok? Csáó. Hans jött minket. Csáó. Jó az a drón. Az igen! Neki patintottam a falnak. Na hova kell? És ezeket a tornyokat kiírtam, akkor nem rakja újra. Hát mi a szart? Nézzétek itt például. És ilyenkor is megmarad, nézzétek. Wow, tök jó. Na, menjünk. Menjünk az öreghez. És ezt az egy küldetést még végigcsinálom, ami ez megy, és akkor utána egy kis mellékküldetés plusz autóversenyzés. Én úgy gondolom, hogy azt fogom csinálni. Hello barátom, igen barátom, itt az ideje analizálni az, azt, amiért itt vagy. Na. Érdekes dolog. A banditák kezdenek egyre okosabbak lenni. Ez mi? Várj, azt hiszem, várj egy kicsit. Csak ki ne nyisd, mérek van benne gyerek. Hadd próbáljak meg valamit. Jaj, nem, itt figyeljétek, összevesznek ezek a kettő ujjelet. Megint adott a bíjén a bal oldali. Ó, ezt nézd, ez már valami. Igen, nagyon érdekes, és igen, nagyon erőteljes dolog. Éjjel-nappal azon dolgozom, hogy egy újfajta fegyvert készítsek az ellenállásnak. Egy fegyvert, ami miatt egy hatóság is óvatosabb lenne, ami miatt még a hatóság is óvatosabb lenne. Injecting simple chains of nanotrites directly into a subject, allowing them to be controlled. But it only works for a brief time. And I am afraid the controlled victim eventually reaches nanotrites. Aha, ez valami nanotechnológiai cucc lesz, amit emberekbe lehet rakni és irányítani őket. Azt akarták a vízbe beleküldeni? But now, this toxin you have so thoughtfully brought for my inspection. Na, valamit el akar készíteni, valami formulát. Hoppá, valami lehet, hogy akkor kapok egy olyan fegyvert, amivel irányíthatok másokat. Na. Tökéletes. Egyszerűen tökéletes. Valamit mondhatná öreg, mert már itt a... Nem tudom, szétfúrom ezt a tartályt. Lelopom. Gázpalac. Ez egy nagyon fontos nap az ellenállás számára, barátom. Oké, okay, jó, de meg ezt tudtam. És ez mit csinál? Mi ez? Mit akar ezzel? Elmeirányító nyilvessző. Ó, ki kell próbálnom? Elmeirányító nyilvesszőket. Find my friend Elizabeth Cadence. She will be in the Wellspring bar. Valami Elizabethet kell keresnem a forráskút bárjában, el kell vinni nekem eleket. Jó, oké, elviszem. Hát az, most ennél nagyobb küldetés. Vigyázz magadra, barátom, ne hagyd, hogy nyilvesszők rossz kézbe kerüljenek. Há, hol vagy, gyerek?
Mi az, hogy fegyverem nincs a kocsiban, de minden jó lesz. Na szavasz. Megyek, na. Na jó van, gyerekek, azt leszállítom, azt autóversenyzek ám. Még mellékküldetéseket. Letolom az összes mellékküldetést, eladjuk a cuccokat. Fú, gyerekek, el kell. Akkor az lesz, hogy nem tudom, hogy ebben a részben, vagy a következőben. Eladom az összes cuccokat. Csinálok egy csomó licenszert, hogy tudjak autót tuningolni. Minden lőszerünk elfogyott, meg mindenünk. Egy drónt kirakok. Az a nézetek, köcsögök jönnek. Ott hagyjuk őket talán. Mi az a sipolás? Ennek a drónnak van ilyen hangja. Apa. Komoly. És érdekes, hogy pont mindig tudok menni, ahol lejárni venni. Kíváncsi lennék, bukfencelnék egyet, akkor is ugyanígy jönne. Azért sodródik egyik oldalon a másikra. Hoppá, majdnem levitte a fejét, vagy a drónt a szikla. Szivatom egy kicsit, hogy próbálnám. Oh! Na, menjünk a kocsmába. Iszoljuk egy kólát, szomjas vagyok amúgy is. Beszélj mindenkivel, sok munka van elvégzésre. Kapjátok be, nem fogok csicskázni mindenkinek. Mindig vegyél őszert a járgányokba. Hát én mindig fúlom van a járgányom. Na. Járőrök, ezek a hatósági, mindenki hatóságról beszél, meg járőrökről, meg mindenféle szarról. Szerintem itt balhé a gyerekek. Itt előbb-utóbb nekem be fog felegzeni. Na, kit kell kerestem? Ami, ennek meg leadhattam a küldetést, ugye azt kapok zsetont. Tök jó. Meg valami emberkével kell beszélnem. Biztos megismerem, hogyha... Elizabeth, yes, te vagy az. Nem biztonságos, erről beszélünk, köves. Oké, okay, yeah. Milyen jó segged van? Na, mit fogunk itt csinálni, kis anyám? Majd többet legyen? Van nem biztonságos, hatóságnak füle van, mindenhol és mindenki lehet informátor. Valószínűleg sok kérdésed van, de még nincs itt az ideje. Kezdetektől fogva szemmel tartunk, sok van a fajtából, hátát a hatósághoz. Biztonságra menjünk, biztonságra mennünk, blablabla. Elég szép hírnevet szereztél az itteniek között. Az ellenállás használ benne a képességeidnek egy rendkívül fontos küldetésre. Ó, oh, csatlakozunk az ellenállásra, az gyerekek. Hoppá, a Marshallt elfogták és találták régi börtönbe. Nem tudom, mióta tartják ott, és nem tudunk sem. Itt, aki jelenleg segítene. Képessége lenne, mint neked. Nem hagyhatjuk, hogy átszállítsák a fővárosra. Hogy ne segíteni, gyerekek? Végre valami akció. It'll get you through the perimeter gate, but keep an eye out for enforcers. The authority has increased patrols since March. A hatóságnak a bázisát fogjuk megtámadni, itt szerintem gépfegyveres mindenő. Ha, azok az elmélyre nyilván, amelyeket ne felejtve használni. Robotnak néznek ki, biztos nagyon kemény. Ez mit csinál? There's no telling what could be happening to Marshall. You need to get over to the old prison now. Megkaptam a küldetést. Végig börtönhöz kell mennem. Gyerekek, el kell adni minden. Pénzt kell csinálni, és rengeteg lőszert, meg fegyvert, meg mindent kell venni. Merre van az ide? Gyerekek, ide nem mehetek be, én itt játékterem van. Nem, érdekes, ide nem engednek be még. Biztos előbb-utóbb igen. Hello, baby. Hey, gyors lövető, jó volt, ez nagyon-nagyon oda van értem, úgy látom. Na nézzük. Eladok mindent. Először eladás. És akkor olyat kéne, amik ugye ilyen kacatok csak. Basz, gyerekek, vannak itt cuccok. Ez nem, nem arra már. Ezt eladom. Ami itt Dolce-jel van, ugye az csak kacat. Eladom.
Nem adom. Hány van éppen? Úristen. Gyerekek, milliómosok leszünk, úgy érvem. Yes. Eladom. 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 Mindjárt eladom mindent. Szerintem végtelen inventory-ig van amúgy. Nagyon egy utolsó dolog. Ezt nem adom, ezt a voltak. Ú, basszus, lehet eladtam ezért. Dumos csészémet. Építhető tárgyak, jó, akkor ezeket nem adjuk el. Ezt meg nem adom, azt nem eladtam a csészémet, gyerekek. Úgyhogy ezt nem akartam. Ilyenkor bekerül ide, nem mi? Nem hát. Összetevők van valami új, csillag, bumeránk, bázlat. Robbanószer. Dinamit nyilvesszög vázlat. Az igen. Dullanó rakéták vázlat. Dinamik vázlat. Digi... Mamit. Ja. Ez ilyen robbanós dördény. Jó, nem kell nekem ilyen. Ez mi? Üzemanyag cella. Ú, itt lesznek ide különleges fegyverek, úgy látom. Olyan üzemanyag cella, ami olyan fegyverbe kell elvileg, ami valami izével működik. Ez mi? Elektronnyilvessző. Vitera rakéták. Hőkövető rakéták, gyerekek. Ilyet kéne venni a izébe. Jó, ja, a rakétavetőben való ez is járművek ellen. Az kemény. Na, várjunk, mi van itt? Golyószóró lőszer, ilyen kéne. 2000, mennyit vigyünk? 2000 elég? Nem. Vigyünk egy 5000-et. Vagy vigyünk rakétát. Hőkövető rakéta, jó az. 32 csak elég. És akkor nézzük meg, lőszer kéne nekem sörét. Legalább 250. Meg amit még használok, és sörétet használok gyerekek, úgyhogy az kell nekem. Ez van, akkor vigyünk inkább ebből 300-at. Ellátmányok, ezek mik? Távcső, basszus, pisztolyra nézzétek. Meg kell ezeket nézni. Sörétes puskára. Töltés növelő, valami ilyesmi. Ez mi? Lézer célzó fegyóra. Páncélfejlesztés. Páncélfejlesztés. Jó, szerintem ennyi elég. Oké. Okay. Elköltöttünk egy csomó zsetont. Most ilyenkor rá kerültek a fegyverem, hogy ezek a fejlesztések? Azt megnézem. Jaj. Itt vannak a fegyvereim. Tök jó. Ja, itt vannak a fegyverek. Oho. És a sörétesre akkor elvileg rákerült már. Meg erre, nem tudom az, hogy működik. Na, majd kimegyünk, aztán megnézzük. Hatósági börtönhöz kell mennem. Hát valószínűleg ki kell mennem innen. Úgyhogy... Ezt még csináljuk végig, gyerekek, nem? Ez még nagyon érdekel engem maga. Ez a sztori. Sztori. Pardon? Pardon? És akkor mehetünk. Javítás, sérülés. Basszus, ennyire le van sérülve, akkor javítsuk meg. Van egy csomó fegyverünk, most nem mondhatjátok, hogy elhanyagolom. Nem is voltunk még ilyen hatósági börtön környékén, azt tudom hol van. Úgyhogy remélem, hogy érdekes terület lesz. Végre valami új hely. Ugye egy ideig mindig mozgat minket egy helyen, aztán utána meg elküld egy egész más helyre így a játékban. Na, várjátok, én kiszállok. Ahogyan nézzetek, az nem volt itt ez a pütyökezem. És nézzük a pisztolyt, az hol van. A nagy francokat, ezen nincs erő. Ó, és így a fejéhez emel egy távcsövet, és akkor atom pontos. Ez gyerekek, ezt nem is érdemes ezt használni. És milyen lőszer van hozzá? Dagi fiú van hozzá. Vagy pisztoly. Dagi fiút betöltöm, kettesen van, jó ez. És akkor ebben meg van egy töltés növelő, ami szerintem több sörétet. Vagy pedig gyorsabban tölt, vagy több sörétet lő ki. Most nem akarom elcseszni. De húzzunk, gyerekek, jó. De tök jó, hogy a fegyvereket is lehet fejleszgetni, nagyon imádom. Mi van? Jó van, oké. Okay. Ne kiabálj a főemből, basszus. Nagyon frankó. Ez biztos nagyon-nagyon kemény hely lesz, most látom.
tök jó beküldenek ilyen hatósági börtönbe, amikor egész végig arról papoltak, hogy a hatósággal nem erre találkozni, mert ki fognak írni engem. És nem erre kell volna jönni, jól van. Hát igen, gyerekek. Azt tudom, hova kerültem. Na jó, én húzok a francba, basszus. Nem akarok itt lövöldözgetni, utána lesz a lövöldözést. Ez az. Autópálya. Hoppá, megint Ferritet kell szedni. Ez jó. Szedjük össze őket már. Egy ilyen kis plusz lóvé, ugye? Ah. És pont arra, merre mennénk fel. Hát ez király. És erre még nem is voltam egyáltalán. Egyek, hogy mindenki lő rám, azt már arról térde. Hopp, azt egy kicsit fölökleltük. És hány kell? Még kettő kell. És tudom, hogy a Ferritet azt rosszul mondom mindig. Fertrit vagy milyen franca neve. Jó, teljesítettük. Mi a jutalom? Ja, és ezt nem tudom adni, aha. És ide kell jönnöm. Ajjajjajjajjajj, stop. Hopp, francba. Hol vagy, buzi? Már ezt elkapom, mert ez vissza fog jönni. Na ez milyen lehet? Szektor tiszta, milyen fasz? Ide kell nekem bemenni, nagyon kellemes hely. Szóval, akik már fofáznak. Mi az anyáddal lősz? Kipróbáljuk, mi a... Ki lő kire? Hát ez arra jó. Mivel lőnek ezek? Azt nem vágom, hogy valahonnan máshonnan is lőnek, csak azt nem látom annak. Honnan lősz szerintem? Jó, középről! Na jó. Meg tudom lőni a vállát? Szóval marha jó az a gyerekek, ki a túró lő ennyire? Az a középső csávó ennyire tud. Na most már kezdem unni. Hát köszi szépen gyerekek, most ezt mi? Na hát... És ez konkrétan egy automat lövi. Hát te hülye vagy gyerek, maradjál már. Nézzétek. Miért azért a gocsimat lövi? Szálljál már. Hát ezt nem hiszem el. Mi a szar volt ez? És mi folyik és hol kilő itt? Ha, meg ott is. Jó van. Fajn. És hogy fogunk bejutni, azt nem tudom. Aha, van a kapunyító kívül, jó. Jó, mentek egyet. Én ide érzem a halálnak a szagát itt. Jó, gyerekek. Tényleg, mit elverik a seggemet. Ezt tudjátok, mire emlékeztet? Izére, Half-Life Citadella. Half-Life 2 Citadella környék is. És merre kell menni? Figyelj! Aha! Jó. Aha! Jó!
Jó, ilyenek vannak, ilyen ellenfelek, meg ott az a robot, ami ott jobb oldalad van. Az igen. Akkor ezek a katonákod, meg a robotod. Hát tök jó. Gyerekek, ez nem lesz egyszerű, na. Jó, meg egy F5-öt. Hát ezt érzem, hogy itt szívás lesz. Talán meg Marsan kapitányt is szabadíts ki. Senki nem tud fel, hogy kinyitom a kapunál a félőrséget, mi? Na jó, aztán akkor adjunk nekik. Nagyon érzésem, hogy kemény helyzet lesz. Aha, kaptam ilyen elektromágneses és impulzus granát tervrajzot. És ezt akkor most meg tudom kreálni. Az akkor az az jó. Azt gondolom legalábbis, hogy jó. Hát kéne. Hát rakom erre, és akkor ezt eldobom. Elvileg ez ilyen robotok ellen, meg ilyesmik ellen jó, ha jól sejtem. Ebben nincs egy jobb lőszerem? Duraló rakéták. Ijjjjjjj. Maradjunk a sörétnél. Teljesen olyan, mint a ide. Nagyon Half-Life-os. Várom a kombájnerőket. És akkor itt ezt lehet, hogy ezért tudom tönkretenni ezzel a gránáttal. Ó, és oda is ragad. Sejtettük. Hoppá, ide fognak ezek jönni. Aha, ott van. Van egy buzi. Az hova tűnt? Észrevettek, gyerekek. Hol jönnek ezek? Szívás. Az már igen! Shieldje van, gyerekek. Jó, de jó. Az már döfé. Jó. Újra kell gondolnom itt a dolgokat, gyerekek. Valánál van egy rés, ott tudunk belőni. Kemények a csávok. Már mindenki ide jön most erre. A szócier. Van ilyen dogi film, néhány, azt kéne használnom. Igen, ezek ilyen páncéltörő földények, ugye? Hol a nyárba? Kicsit precíziósabban kell harcolni, nem a sörétes módszerrel, mert a sörétes ugye ez, amit nem fogok semmire menni. Hanem inkább pontos lövésekkel tudok. Ez igen, ez ide csapott. Ez nem halt meg. Pontos lövésekkel tudok dolgozni, mert itt végünk lesz. Jó van, gyerekek. Ezt ki kell ittatnom.
be fogják törni ezt az ajtót, figyeljétek meg. Nem. Mi ez a... Jaj, ne. Hát találtam bele, úgyhogy amikor még lebegett a szöket pörög, mi az robot? Tévedtem, nem robot, hanem az a hülye. Az a gyerekek, nagyon kemény az a játék. És vába lehet főni. Hülye gránátos. Szerintem csak a sisak ment le. Imádják a gránátokat. Az a csávó, az megállásnék a gránátot a bar. Na srácok, 1 óra 12 percnél tart a videó. Ha van kedvetek velem maradni következő részben is, akkor várnak benneteket. Itt megszakítom, mert már kezd hosszú lenni, és úgy érzem, hogy ez a rész ez azért nem olyan nagyon rohanós. Azért itt kell célozni meg minden. Ez a dogi fiúk, ez nagyon jó ezek ellen. És hihetetlen, hogy a pisztoly is használható. Na, köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!